Hüp-hüp-hüp, barba trükk, vannak jó hírek, meg rossz hírek. Először is meg szeretném köszönni mindenkinek, aki a csatorná életbe maradásához hozzájárult. Akár 5 dollárral, akár 10 dollárral, 20 dollárral, mert ez a csatorna ez nem fog tudni életbe maradni, hogyha nem fogjuk összeadni ezt a pár dollárt. Most már évek óta azért ezt csinálgatjuk, de sajnálatos módon most jöttem el arra a szintre, hogy nem fogom tudni ezt a csatornát életben tartani. Úgyhogy ez így működik. Tehát látjuk, hogy nem a Fidesz fizet. Ja, Istenem, de imádom ezeket. Jó, oké, na kezdjünk bele. Szóval, hát ismételten kezdjük Kanadával. Kanadában el akarna fogadni egy törvényt, ami most hirtelen akartam mondani a nevét, de durván arról szól, hogy az alá van bebújtolta a törvény, hogy a pedofiloktól megvédi ugyebár a fiatalkorúakat, meg ugyebár, hogy biztonságos lesz az internet, de különben bele van fogalmazva az, hogy aki a rendszer ellen beszél, azt ugyebár figyelmeztetik először, hogy tegye helyre a dolgokat, és tehát mondja el, hogy jaj, véletlenül rosszul mondtam a videómban, elnézést, és hogyha nem teszi rendbe, akkor bíróság elé állítják. Kanada nagyon nem néz ki jól. Nagyon nem néz ki jól, és hogyha emlékezzünk vissza, hogy ezt a Freedom Convoy-t, ami volt ott Kanadában, ugyebár rögtön a liberális oldal, a demokrata oldal azt mondta, hogy ez terrorista konvoj, mert ugyebár amelyik az oltás ellen mentek, meg a lezárások ellen, meg ez zamaz, és aki a konvojnak segített, vagy éppenséggel felajánlott nekik pénzt, azt rögtön feltették a fekete listára. Úgyhogy Kanadában elképesztő nagy problémákkal fognak szembenézni az emberek, sőt, mi több, én azt is mondom, talán, nem ez az én véleményem, nem, tehát ez az én véleményem, hogy itt még a következő választások előtt nagyon nagy problémával fognak szembenézni a kanadaiak. Nem tudom, hogy vírus, nem tudom, hogy miféle dolog lesz, de láthatjuk, hogy a WEF, amikor ugyebár azt a témát vette elő, hogy a... És mondtam én nektek, hogy ezen fog elbukni a dolog. Az interneten ugyebár minden hír pikpakot tud lenni egyik irányból a másikba. És már az internetet próbálják ugyebár censorshipelni, tehát azt hogy mondják magyarul, beállítani úgy, hogy kérlek szépen te az interneten nem mondhassad el a véleményedet. Azt mondják, hogy ez hate speech, és vagy pedig harmful content, most már különben a TikTok is kiírja ezt, és leveszik. Na most az én YouTube, általában a YouTube csatornákat be lehet állítani, úgyhogy az emberek csinálnak rajta pénzt. Az én YouTube csatornámat nem lehet beállítani, mert politikával foglalkozok, és a YouTube az azt mondta, hogy ő ezt leveszi. Na, szóval én ezt ingyen is bérmentve csinálom, az időmet, az energiámat, ugye már egy-két adón elő vagyok fizetve, szóval ha nincs rá szükség, akkor nincsen semmi baj, nem fogjuk ezeket a videókat csinálni. Ha van rá szükség, akkor meg valószínű, hogy ezt a pár dollárt érdemes összeadni. Mondom, nem ebből keresem a pénzemet, nehogy az legyen, mert idáig az volt, hogy a Fidesz szponzorál engem. Utána az volt, hogy beléptem a kiégbe, ez léptem be, várjál, mert a kéztartásom úgy volt valami, akkor beléptem a nem tudom kikhez. Ja, ha beléptem a 33-asokhoz, akkor... Meg, tehát ez a baj veletek, bocsánat, ezt mondom, hogy veletek emberekkel, hogy közeli ismerőseim is ilyen baromsággal bazd meg, ilyen baromsággal kezdenek ki. Nem azzal jönnek, hogy figyelj ide, szerinted, mit tudom én, Donald Trump témájában mi a véleményed? Nem. Elkezdik ezekkel a baromságokkal telíteni a Facebook ládámat. Jó, mindegy, lépjünk tovább. Tehát Kanadáról ennyit. Én ugyebár jártam ott, jöttem, mentem, szerintem nagy gondok vannak, de hát egy ott élőt is meg kéne kérdezni. De ez az internetes. És ugyebár ez a többi ország is azt fogja mondani, hogy ja, hát akkor átveszünk a kanadai példát, és akkor megint majd egy ilyen nagy izé alá be lesz bújtatva, egy ilyen nagy beterjesztés alá, mint szokták csinálni, egy nagy beterjesztés alá, megint be lesz bújtatva az, hogy az embereknek ugyebár a
közölni valóját ugyebár letiltják majd az interneten. Nagyon érdekes dolgok. Nagyon érdekes dolgok, én nem gondoltam volna, hogy a 21. században ilyen problémával fogunk szembenézni. Jó, oké. Következő téma. Kötelező maszkhasználat, oltás, otthonmaradás, lezárás, vírus, etc. etc. Na, ugyebár mi elvileg már 3 éve halottak vagyunk, meg azok, akik ugyebár nem oltatták be magukat. Na most... Szépen lassan azért kiderülnek a dolgok, csak ugyebár úgy, mint régen a Népszava újságban volt, a leghátsó oldalán kicsi cikkben jelenik meg, mert azt senki nem olvassa el. De amikor ugyebár volt a hazugság, akkor az első oldalon volt dupla oldalon kinyomtatva, hogy óriás gáz van, és etc. etc. Na most a Covid vírus az meg kell nézni, tehát meg kell nézni, fel kell mennek a CDC-nek a honlapjára. A Covid vírus az koronavírus, az egy magasságban van most ugyebár a influenza vírussal. Közel sem olyan erős, szépen eltűnt. Olyan érdekes. Tudod, pár év ott. És olyan érdekes, hogy ez pont akkor jött, amikor ugyebár az elnökválasztás volt. És most megint lesz az elnökválasztás, és elnökválasztás előtt megint jönnek a dolgok. Tehát az nem tudom, hogy ez csak nekem tűnt fel, hogy az 4 évente ezek a dolgok, azok mindig így szoktak előjönni. Meg 4 évente kezdel lemenni az üzemanyagnak az ára pont véletlenül, mert jönnek a választások, és akkor rendesnek kell lenni az emberekkel. Szóval itt azért több ember is mondta, hogy érdekes módon ő benne van most már ebben a... És kicsit mérges is vagyok az orvosokra különben, megmondom őszintén, mert azért az orvosok azért elég rendesen az embereket azért, bocs, hogy ezt mondom, de hát bekorrigálták, megpróbálom szépen fogalmazni, mert azért mindenki ugyebár, tehát mindenki azért, hogy mondjam neked, a körzeti orvosában azért általában bízik, megszületett, ott nőtt fel, körzeti orvosnak elmondja a problémáit, mindent tud róla, ha valami bajod van, odamész. És amikor volt ez a vírus dolog, akkor azok a körzeti orvosok, akik megmondták, hogy figyelj ide, nem, mert mással kell gyógyítani. Figyelj, menj, ne ezzel gyógyíts, mert az nem jó, inkább gyógyítsd azzal. Na, azokat az orvosokat elővették. De nem csak Magyarországon, mindenhol máshol. És olyan embereket, akik nem voltak orvosok, olyan embereket, akik mondva csinált emberek voltak az interneten, azokat pedig hátulról nyomták, előtérbe helyezték, sőt, mi több, adtak nekik médiafelületet is. Ez olyan fura számomra. Tehát egyre jobban látom azt, hogy az összeesküvés elmélet az összefüggés elméleté válik. És most, hogy elkezdték most már nyomozni az ügyeket, és mennyi fényképet láttunk, hogy gyártási idő, koronavírus teszt, 2 meg 3 évvel azelőtti volt, mint hogy a koronavírus kijött. Tehát olyan érdekesek ezek, azok is azért nagyon érdekesek, hogy mondták, hogy ezt a vakcinát azt azért nem tudják azért kifejleszteni olyan gyorsan, mert azért 4-5-8 év lenne, de hogyha nagyon-nagyon-nagyon belehúznak, akkor 1 év, de másfél év az biztos. Na, ennek ellenére most azért kiderült ilyen titkos beszélgetésekből, hogy évekkel azelőtt, mielőtt a koronavírus kijött, már ezeknek a cégeknek szerződésük volt azzal kapcsolatosan, hogy miféleképpen, meg hogy gyártsák a vakcinát. Ez nem érdekes, ugye? Ugyebár voltak ezek a filmek, a Contagious, meg a mit tudom én, mi volt még itt a Netflixen, és milyen szépen azok a filmek is, de pont a Contagious volt, az meg kell nézni, tehát nézzétek meg. Ugyanaz a CNN reporter ugyanazokat a kérdéseket tette föl az elnöknek a filmben, ugyanúgy, mint a való életben tette föl 3 évvel később. Tehát ezek ilyen véletlen egybeesések, ugye? Csak hát ezeket már elfelejtettük. Na most nem fog itt leragodni ennél a videónál, ezeknél a dolgoknál, mindjárt megyünk tovább friss dolgokkal is, de ez is friss dolog, hiszen most
előjött egy-két ember, hogy nekik vannak ilyen videófelvételeik. Sőt, mi több, azt mondták, hogy hát ők ezt már jelezték, csak éppenséggel csöndbe voltak tartatva. De hogy és ugye emlékszünk még arra, amikor a Pfizer szponzorált mindent. Ugye emlékszünk még arra, tehát láthatjuk azt, hogy azért a gyógyszergyártó cégeknek az érdeke nem az, hogy meggyógyuljál, hanem hogy életed végéig gyógyszert szedjél. Az Egyesült Államokban a Down-koros gyermekek száma az elmúlt 5-6-8 évben nem tudom hányszorosa lett. Nem tudom hányszorosa lett. Annyi Down-koros gyereket lehet látni mindenhol, hogy hihetetlen. Hihetetlen. Szóval nem tudom, hogy kinek jutott az eszébe az, hogy az embereknek a saját befizetett adópénzét, meg a saját általuk megválasztott politikai erőt az emberek ellen fordítsák, de azért az ilyen embereket, az ilyen politikusokat, azokat szerintem, hát biztos vagyok benne, hogy valami alapján azért lehetne ítélni. Jó, kicsit tehát kicsit mérges vagyok ezzel kapcsolatosan. Jó, menjünk tovább, kicsit pörgessük fel az eseményeket. Joe Biden fia és Donald Trump ügyeiről beszéljünk egy kicsit. Tehát Joe Bidennek az ügyeit azért eléggé azért ide-oda teszegeti, ugyebár az FBI, tehát azért egy picikét azért észlehajlóak. És ugyebár arról volt szó, hogy Joe Biden az soha nem kérkedett az apukájával, hogyha business meetingekre ment, vagy soha nem vette be apukáját, hogy ő mondjuk éppen állami alkalmazott, és hogy segítsen neki a bizniszekbe. Na hát, kiderült, hogy mégis így volt. Sőt, kiderült, hogy üzleti ebéd közben fölhívták Joe Bident speakerfonon kihangosítva, hogy ja, itt az apukám, ő ugyebár a második ember, akkor az Obamának volt ugyebár a jobb keze. És hát már nem tudott mit mondani ugyebár erre Joe Bidennek a fia, és akkor most arra fogja rá, amire idáig azt mondta, hogy ő nem alkoholista és nem kábítószeres, most azt mondta, hogy ő nem volt beszámítható állapotban, mert ő éppenséggel vagy ivott, vagy kábítószer hatása alatt volt. Ezt mondják bizonyos honlapok. És akkor most ebbe próbál kibújni. Valaki mindenféleképpen el lesz ítélve. Tehát itt most már olyan nagy a... Tehát most az ítélet az felfüggesztett lesz, vagy enyhe, vagy... Tehát azért láthatjuk azt, hogy Joe Bidennek a fia azért nem fedhetetlen. Viszont Joe Biden fiát be fogják-e áldozni annak érdekében, hogy Joe Biden megmentsék? Ez egy nagyon jó kérdés, ezt nem tudjuk. De hogy valószínűleg nem Joe Biden lesz az, aki az elnök jelölti pozícióért megy, hanem most már láthatjuk, hogy azért Obamáné, aki azért a két lába között tartogat egy kis meglepetést, ő például el akar indulni az elnök előtti pozícióért, és eléggé el van tűnve az elmúlt pár hónapban, és eléggé nyomja ezt a béke szöveget. Tehát, na most, hogyha látjuk azt, hogy ő nagyon nyomja a béke szöveget, akkor azt jelenti, hogy valahol békét kell csinálni. Tehát most ugyebár Ukrajnában látjuk, hogy igazából háború van, de nem állnak olyan jó az ukránok, mint ahogy a propaganda volt, és mondták, és a propaganda már eladhatatlan, és kicsit el kell terelni Ukrajnáról a szöveget, és ugyebár Európai Uniónak ugyebár átnyomták az egész ukrán bizniszt. Tehát láthatjuk azt, hogy akkor milyen háború az, ami az Egyesült Államoki embereket érintené, vagy érdekelné, milyen háború az, amiről békét kell majd kötni. Na hát ezt nem tudjuk, azért itt kérdőjelek vannak, de hogyha megnézem a mai híreket, meg a tegnapi híreket, és azt látom benne, hogy a NATO-t neki akarják küldeni az oroszoknak, na most ezért én már olyan fejmosást kaptam másfél évvel ezelőtt, meg két évvel ezelőtt, amikor ezt mertem mondani, hogy mit képzelek magamról, a NATO egy védelmi rendszer, és atya, hogy mi a francot képzelek magamról, és hogy én hülye vagyok, és na hát ennek ellenére most már a Magyar TV is bejelentette, hogy milyen utómódon szeretnék ezeket a dolgokat csinálni.
És az, hogy azért vannak országok, akik azt mondják, hogy nem, oké, azt én aláírom, hogy azok az országok azt mondják, hogy nem, de amelyik országokban például vannak fegyverek, azok elküldik őket, és mit fognak csinálni a másik NATO-s országok? Oda állnak? Elgáncsolják őket, vagy mit? Nem. Hát, hogyha azért, ha a németek, ha a franciák, ha nem tudom, kicsit el akarja küldeni, és Macron nem véletlenül mondta azt, amit mondott, mert ez pont egy olyan dolog volt, hogy elejtette az információt. Direkt. Nem véletlenül. Direkt. Na most ugyebár itt van ez a... Na most azért... Tehát azért... Itt azért azt is vegyük észre, hogy Macront, meg a Macron kampányát, meg a Macron politikai beállítottságát, az senki más nem irányítja hátról, csak a globalisták. Tehát azért láthatjuk, hogy a háttérben azért összefüggés van Trudeau és Macron politikai beállítottsága között. Tehát nehogy azt higgyétek, hogy ez külön ország, külön vezetés, meg nem. Itt szépen, gyönyörűen a globalista oldal, vagy a CIA-n keresztül, általában, vagy máson keresztül, ugyebár ezeket az országokat megpróbálja bekebelezni, és nem egy országot kell tönkretenni, hanem az ott levő embert kell idézőjelbe pénzzel megvenni, vagy éppenséggel mással oda kell tenni, ugyebár. És akkor az emberek azt hiszik, hogy ők milyen jól választottak, az megvan mosva az agyunk. De itt van például Zelenszky. Hát Zelenszky az senki más. Egy színész. Ő játszik egy szerepet. Na, hát Macron nem színész, de őnek is megmondják, hogy mit kell csinálnia. Tehát, hogyha ezeket a dolgokat összeadjuk, és látjuk, hogy itt azért most már azt mondják, hogy az oroszoknak neki akarnak menni, és pont az orosz választásnál próbálnak azért a NATO országok azért március, április, májusban csinálni egy hadműveletet közel Oroszországhoz, azért az egy pár kérdőjelet azért felfeldob. És nem tudom, ki emlékszik arra a videómra, amikor mondtam, hogy az Egyesült Államok elnök választása az arról fog szólni, hogy vagy az oroszokat legyőzik, vagy pedig lehet, hogy el fog maradni az elnök választás, vagy valami káosz lesz. És azt is mondtam, még le is kiszámoltam még talán a videómban, hogyha novemberben van az elnök választás, akkor október eleje, de leginkább szeptember végére már jó híreket kéne kapni a médiának, hogy milyen jól állnak, vagy a NATO, vagy az USA, vagy éppenséggel az, aki le akarja váltani ott Putyint. Tehát az azt jelenti, hogyha szeptember végére jó hírek kellenek, hogy legyenek, és általában egy hadművelet nem egy nap alatt szokott lemenni, hanem 4 hónap alatt, akkor hogyha szeptemberről beszélünk, akkor ugyebár van a szeptember, akkor előtte van az augusztus, előtte van a július, előtte van a június, és előtte meg van a május. Tehát egy ilyen nagy hadművelet azért 4-5 hónapig szokott tartani. És pont meddig fog tartani a NATO gyakorlat? Pont májusig. Milyen érdekes egybeesés, ugye? Milyen kibaszott érdekes egybeesés. Na, hogyha az ember nyitott szemmel jár a világba, és logikusan gondolkodik, akkor rájön ilyen kis egybeesésekre, mert ezeket nem fogja neked senki elmondani, másadon se szokták reklámozni. És hogyha Michelle Obama már most azzal kérkedik, hogy békét kell csinálni a világban, akkor valószínűleg az Amerikai Egyesült Államoknak az adófizető és a választó polgárai azok arra fognak fókuszálni, ami az USA-ban van, hiszen az Amerikai Egyesült Államok elnökét fogják megválasztani, és hogyha tudjuk és látjuk azt, hogy azért az orosz elleni propaganda, amit most már évek óta van, hogy mindenről az oroszok tehetnek, azt most eléggé fel lehet lendíteni, akkor láthatjuk azt is, hogy a vírus dolog az most lehet, hogy egy kicsikét arrébb lesz téve, majd lesz máskor, és teljesen mindegy, hogy kiírja alá ezt a WHO-nak a szerződését, erről is beszéltem már különben, és is milyen véletlen egybeesés, hogy most már egyre kevesebben beszélnek elő, és elvileg márciusig kellett volna aláírni az összes országnak, ennek ellenére most már nagyon sok ország nem írta alá, sőt, mint több, nagyon sok állam sem, sőt, most már Ausztrália sem, aki egy elég furcsán viselkedett, ugyebár elég globalista oldali gondolkodásmenetet folytatott. Ausztrália is aláírta, hogy illegális, tehát berakták aztán az alaptörvénybe, hogy nem lehet az embereket kötelezően beoltani, elvinni őket, maszkra kötelezni.
Tehát láthatjuk azt, hogy az az oldal, az egy picikét megbukni látszik, ez a vírusos oldal, viszont most jön a háborús oldal, ami nem mondom, hogy jobb, viszont szarabb. Na, hogyha Michelle Obama ezzel kampányol, hogy a világban békét kell csinálni, akkor van egy olyan érzésem, meg most már itt, hogy körbeírtabb, lehet, hogy nektek is van egy olyan érzésetek, hogy lehetséges, hogy itt azért háborúra készül mind a NATO, mint az Egyesült Államok. Na már most az Egyesült Államok közvetlen háborút nem fog csinálni, mert az szarul néz ki föl egy választás előtt. Viszont a NATO-t azt kiirányítja ugyebár, meg kiadja a NATO-nak a pénzt, nem más, mint ugyebár az Egyesült Államok. Na most van itt még egy kérdésem, hogy ki irányítja az Európai Unióban levő vezetőket, ki pénzelte őket oda, hát erre is nem kell nagyon sokat gondolkodnunk, hogy megmondjuk, az Egyesült Államok. Na most, hogyha ezt a két dolgot berakjuk egy képletbe, hogy az Egyesült Államok irányítja ugyebár itt akkor a katonai mozzanatokat, az Egyesült Államok irányítja a gazdasági folyamatokat az Európai Unióban, és az Egyesült Államok legközelebbi elnökválasztásánál azért elég nagy szerepet fog játszani az a pénz, amit mondjuk éppenséggel... Jaj, járjon már le ez a szar. Várjál, mindjárt abba hagyja. Szóval, hogy nagyon sok pénz kell ugyebár az Egyesült Államok választásába, és ugyebár láthatjuk azt, hogy azért elég képesztő mennyiségű pénz azért bejön az Egyesült Államokba, mert ugyebár baromi sok tankot, meg hadijárműveket, meg fegyvert adnak el, és most mindenki fegyverkezik. Tehát, hogy ezt is belerakjuk a képletbe, és látjuk, hogy Michelle Obama azért itt a békéről beszél, és ebből nyomja hihetetlenül a dolgokat, akkor nem kell olyan túl sok eszet növesztenünk ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy itt azért kibaszott nagy háborút akarnak kirobbantani. A NATO az egyértelműen nem fog tudni, tehát én szerintem a NATO az nem fog tudni. Tehát egy más, amikor elmennek Afrikába, és ott lövöldöznek olyan országokkal szemben, akinek nincsen ugyebár légvédelme, vagy légiereje, egy olyan országgal is más, aki mondjuk vív egy háborút Ukrajnával, és ez egy nagy terv volt, hogy legyengítik az oroszokat, és akkor majd utána megbuktatják Putyint. De van egy olyan érzésem, hogy Putyinék nem szarra fognak gurigázni, és hogyha még a képlethez hozzáadjuk azt, hogy elképesztő mennyiségű milliómos azért most ugyebár bunkereket építget, meg építgetett, meg azért látjuk, hogy Donald Trump is épített egyet két évvel ezelőtt, akkor ezt a képletet nagyon gyorsan meg tudjuk oldani, és láthatjuk azt, hogy fel kell készülni egy nukleáris háborúra. Pont, ennyi. Tehát most lehet szépíteni a szart, de meg lehet azt mondani, amit két évvel ezelőtt mondtak nekem, hogy jaj, a NATO a soha nem fog bemenni, meg amit négy évvel ezelőtt mondtak nekem, hogy a koronavírus az teljesen véletlenül jött, és az semmi köze az USA-s választáshoz. Meg lehet azt mondani, hogy Joe Biden ez egy nagyon szép nagypapa, és nagyon rendes ember, és még a megválasztás előtt mondtam, hogy ha Joe Biden lesz az elnök, akkor égni fog a föld. Tehát lehet hülyének nézni engem, csak amiket mondtam így az elmúlt pár évben, azok általában bejöttek. Na, mi a következő lépés, mit lehet ilyenkor tenni? Hát most nem kell annyira beszarni, mert tehát jó, az ember elgondolkozik, mi meg hogy, nem kell beszarni annyira. Tisztába kell lenni a dolgokkal, tisztába kell lenni az eseményekkel, és fel kell készülni. Tehát olyan precíz fegyverek vannak, hogy valószínűleg nem a te házadat fogják lövöldözni, meg nem a te telkedet, meg az oroszok azok nem akarnak elindulni Európa fele, az biztos, de hogyha valaki ott megpróbálja őket azért szankcionálni, akkor valószínűleg tartom, hogy azért vannak olyan fegyvereik, amiket nem tudnak kivédeni az Egyesült Államok. Sőt, az Európai Uniós országok sem tudnak kivédeni, csak az Európai Uniós vezetők pont leszarják a saját országukat, és hogyha kell, akkor háborúba is bele fogják vinni az országukat. Nagyon remélem, nagyon-nagyon remélem, hogy van annyi eszük a politikusoknak, esetleg amikor hazamennek, leülnek az asztalhoz a családjukkal beszélni, vagy valami, van annyi eszük, hogy azért a fejükbe átkalibrálják ezt a dolgot. Mert láthatjuk, hogy
itt az egész az arról szól, hogy a választás előtt, ha lesz USA-s választás, a választás előtt itt az oroszokat térdre akarják kényszeríteni. Ha ez nem sikerül, és lesz az USA-ba választás, és nem fogják kinyírni Donald Trumpot, mert ugyebár Donald Trump az nem fog börtönbe menni, és láthatjuk, hogy most már Joe Biden is egyre szarabb helyzetben van. Valószínű, hogy le lesz váltva, Kamala Harris lesz, és akkor utána meg majd Michelle Obama-t próbálják majd oda tenni. De én még mindig a mondó vagyok, hogy ha nem nyírják ki Donald Trumpot, akkor nem tudnak ellene semmit csinálni. Na most elképesztő mennyiségű bevándorlót engednek be az USA-ba, ugyebár ebből nagyon sok helyen szavazó embereket akarnak csinálni. Sőt, mi több, itt azért itt azért több oldalról megy a meccs Donald Trumpi bácsi ellen, mert le akarják venni nagyon sok helyen most már Maine-ben, Colorado-ban, meg mit tudom én, hol le akarják venni ugyebár a nevét a szavazó cetlikről. Hát ezt nem fogják tudni valószínűleg. És egyre jobban látjuk azt, hogy az általa, tehát 90-valahány ügy van ellene, ebből igazából kettő az, ami igazából nagy. Az egyik ügy az valószínűleg el fog vérezni, hiszen az egyik ilyen nyomozó az hát romantikus kapcsolatban van egy olyan másik nyomozó, valakit igazából felvett az ügy érdekében, hogy nyomozzon, vagy a bírónő vette fel, vagy egy nyomozót, valami ilyesmi. Tehát az a lényeg, hogy mind a kettő kormánya alkalmazott Georgiában, és ez illegális. És ugyebár most kiderültek a telefonhívások, meg a telefonazonosítások alapján, hogy igazából hazudtak. Na most, hogyha hazudtak, akkor nem elengedik Donald Trump elleni ügyet, hanem késni fog az ügy, mert mindent újra kell nyomozni, mindent újra kell csinálni. Hogyha az ügy már késik egy évet, akkor onnantól kezdve ez az elnökválasztás után lesz ugyebár lezárva, az meg ugyebár még akármi is lehet. Tehát ez az egyik ügy, ez valószínű, hogy el fog Donald Trump ellen, ez az az ügy, amikor, hogy ő választásra be akart szólni, mert hogy telefon oda szólt valakinek, hogy még egyszer nézzétek már meg, vagy számoljátok már át, vagy nekem mindegy, hogy honnan, csak valahonnan szerezél még nem tudom hány szavazatot, mert tudom, hogy ott van. Ő nem úgy gondolta, másféleképpen fogalmazta meg, ő nem politikus, ő nem bele akart szólni a választásban, nem tudta nagyon jól, és most már kiderült is több helyről, hogy a georgiai választáson történt szavazólapok szállásával, meg igazából azzal, hogy mennyire voltak legálisak a szavazólapok, meg kidobta be, meg hogy dobta be, azokkal voltak problémák, és valószínű, hogy ez megváltoztatta volna az Egyesült Államok elnökének a kilétét. De most ez a volna, ebben nem menjünk bele, ez már megtörtént, de még az ügy azért itt van, ez az ügy szerintem ez el fog menni, ez az erősebb ügy. A másik ügy ugye már az, hogy azt mondják, hogy Donald Trump izét csalást követett el, mert hogy az ingatlanjaival kapcsolatosan milyen papír, meg milyen bevallást, meg mit, hogy csinált. Az ügy fel fog menni a feljebb viteli bíróságra, és azt szerintem az ugyanúgy el fog vérezni az ügy, mint más. Ez a kettő fontos ügy van. Aztán itt most nem akarok belemenni a magyar politikába, de van egy-két észrevételem. Tehát itt azért mondom, tehát nem kapom a Fidesztől a pénzt, mert akkor jobban élnék, meg jobb helyzetben lennék. De egyet el tudok nektek mondani. És csak logikusan kell gondolkodni, nem kell messzire menni, csak hallgassatok végig, és tényleg gondolkozz logikusan. Nyugodtan meg lehet mutatni ezt a részt másnak is, aki mondjuk, mit tudom én éppenséggel, nem fideszes, hanem ellenzéki. És ez az én agyjárásom. Próbálok egy kicsit logikusan gondolkodni ezzel a magyar politikai helyzettel is. De mondjatok már nekem egy olyat, hogy van mit tudom én hány ország a világon, 200. A mi országunkban élnek 9 millióan, nem egy nagy ország. Ugyebár nem tudom, igazából, bocs, hogy ezt mondom, de egyik oldalról a másikra megnyomod a gázpedált, az 5 óra átsiklasz, bazd meg. 9 millióan vagyunk, tehát olyan kevesen vagyunk, bazd meg, hogy igazából szerintem 100 embert megkezd a világban, hol van Magyarország, akik nem magyarok, és több mint 500 kilométerre laknak Magyarországnak a izéjétől, határától, szerintem a 100-ból 90 nem tudná megmutatni, hogy hol van Magyarország a térképen. Persze nem is kell nekik, csak mondom, hogy mennyire kicsi ország vagyunk. Na, hogyha ennek a kicsi országnak a miniszterelnökét az Egyesült Államok
nem valamikori volt elnöke, hanem az ezelőtti elnöke, tehát még egy elég friss elnök, meghívja a saját házába vendégként, akkor az az elég nagy szó. Tehát nem véletlen. Valószínű, hogy nem bélyeget gyűjtenek, meg valószínű, hogy nem azért hívja meg, mert éppenséggel családtagja, vagy valami, hanem valamiért meghívja, valamilyen egy nézőpontuk van. Tehát, hogyha ezt már eleve valaki nem tudja átlátni, hogy a 200 országból pont Magyarország miniszterelnökét hívja meg magához, persze más is meghív azért, de hogy Magyarország miniszterelnökét meghívja Donald Trump magához a saját floridai házába, ezt valaki nem látja át, annak már nem tudok azt mit mondani, csak azt, hogy nincs agya. Tehát komolyan mondom. Ez az egyik. A másik fele pedig az, hogy ha a világpolitika itt azért, és a CNN meg a BBC-ben ugyebár behívják ugyebár Orbán Viktort vagy Szijjártót, és falhoz próbálják őket állítani, olyan emberek, akiknek ez a munkájuk ugyebár, hogy ők ezt dolgozzák, és ki vannak képezve, hogy kell beszélni, mit kell csinálni, és ezek az emberek nem tudják falhoz szorítani ugyebár a magyar politikusokat, akkor megint azt kell mondanom, hogy vagy valamit tudnak, vagy igazuk van. De a harmadik dolog pedig, ami talán a legsúlyosabb, és itt az emberek szerintem most azt fogják mondani, hogy ú, bazd meg, ez nem jutott eszembe, hogy nem tudom, mennyire tűnt fel nektek, hogy van Magyarországon egy ellenzék. Így van? Na, ez az ellenzék, ez annyira halvány gyenge, hogy hihetetlen. Tehát, ha külföldről valaki kap 4 milliárd forintot, de nem tudom pontosan mennyit, azt hiszem 4 milliárd forintot, kap médiafelületet, a fővárosnak a vezetője az ő oldalukon levő ember, a fővárosban a legtöbb szavazó, ugyebár, ennek ellenére van egy múltbeli politikai tudásuk, külföldi kapcsolatuk, külföldi befolyással is rendelkeznek, és ennek ellenére, bocsánat, hogy ezt mondom, de két akkora teliszart zoknit oda tesznek, mint Márki-Zay Péter, aki aztán nem egy agyjátékos, és Karácsony Gergelyt, aki egyik nap azt mondja, hogy akkor fog visszalépni, ha elüti a villamos, és bazd meg 10 nappal később nem üti el a villamos, de visszalép. Tehát akkor mondjátok már meg nekem, hogy mennyire lehet erre az oldalra számítani. Arról meg nem is beszélek, hogy van ez az oldal, aki mindig beáll valaki mögé, majd akkor tanárok mögé, a diákok mögé, mindig valaki mögé beáll, aztán kiáll. Mert utána már nem fontos. Előtte semmi nem történt a tanárokkal meg a diákokkal, csak most be lehet odaállni, és politikailag fel lehet őket használni. Ez egy iratlan politikai játék, és gyorsan odaállunk. És akkor most semmi törvényt nem hoztak a pedofiliával kapcsolatosan, nem is volt szó róla, most egyből beálltak a pedofil mögé, és általában a fiatalok azért a főcímeket szokták elolvasni, azt se tudják pontosan, hogy miről szólt, és akkor pedofil, és mondjon le, és azt se tudják, hogy miről szól a fiatal, meg általában az összes többi ember nem is tudja, hogy miről van igazából szó, de már nyomják a hülyeséget. És akkor most jön az óriási, tehát aki nem tudom, hogy emberek eszébe jutott-e, mint ugyebár annak idején nekem eszembe jutott, hogy Márki-Zay Péter kettős állampolgár felesküdött egy másik ország zászlajára, akkor hogy a faszomba akar Magyarországnak a miniszterelnöke lenni, amikor annak az országnak kell ugyebár az érdekeit szolgálnia. Na, most akkor itt van egy kurva nagy kérdésem. Hogy a francban lehet az, hogy ez az oldal, ez meg akarja nyerni a magyar választásokat. Mindent kapott, pénzt, mindent megkapott, mindent, amit el tudsz képzelni, segítséget megkapott. És hogyha az ő oldalukon két olyan ember tudnak kiállítani, akik halálra röhögöd rajta magukat, halálra röhögöd rajta magadat, halálra röhögöd ezen a két emberen magadat, és van egy Dobrev Klára, de ne haragudjatok, te egy szavazó polgár, az hogy a pöcsönbe tud egy ilyennel azonosulni? Tehát vannak ugyebár
politikai trükkök, hogy a negatív reklámot kell csinálni a másik ellen, de hát azért úgy kell csinálni a negatív reklámot, hogy azért az ember azért beszél arról, hogy mit szeretne a jövőbe csinálni egy országgal. Ha Doblev Klára semmi más nem csinál, csak azt mondja, hogy Orbán. Úgy, hogy Doblev Klára már le van szerepelve, meg Gyurcsány is. És nem odaraknak egy friss arcot, nem, mert ezek kézzel, lábbal hadakoznak a hatalomért. Tehát, hogyha te egy oldalra akarsz szavazni, és kézzel lábbal akarsz egy hatalomért, a hatalom megtartásáért, vagy átvételéért harcolni, akkor legyen már annyi eszed, hogyha fiatalokat próbálod megcélozni, akkor odaraksz valami olyan embert, akinek legalább van gúgyia az egészről. Tud beszélni, tudja, miről van szó, azonosul a fiatalokkal. Tehát ilyen alapvető dolgok. Ez a nő semmi. Tehát mondd meg, hogy egy fiatal hol tud azonosulni egy Doblev Klárával? Hol? Szép cipőt hord. Jól néz ki. Nőies. Vagy mi? Hát semmi. Hát egy komolyan mondom, hogyha bajuszt ragasztanánk ennek a nőnek, ő lenne a Super Mario bazd meg, hogyha ráraknánk egy kantáros nadrágot. Hát nem. Tehát vannak az embereknek, és ez egy nagyon érdekes dolog, én most jöttem rá az Egyesült Államokban, hogy a pankráció az miért baromi fontos itt. És 35 éve megy a pankráció show, én nem tudtam rájönni, hogy miért ennyire fontos. Hát kamu az egész, minden. Ugyebár az embereknek kell, hogy valakivel azonosuljanak. És hogyha ha politikáról van szó, akkor egy politikussal valamennyire kell azonosulni. Mit tudom én, olyan dolgokat mond, ami neked tetszik. Vagy éppenséggel olyan sportot csinál, ami neked tetszik. Vagy éppenséggel lemegy a határa, a határőrökkel beszélget, és az neked tetszik. Vagy valami kell, amivel kapcsolatosan te ezzel az emberrel szimpatizálsz. Egy Doblev Klárával, bocsánat, hogy ezt mondom, de tényleg komolyan mondom, hogy más nem tudok erre mondani, de Doblev Klárával egy marék, felgyújtott, halott, fél kiló kő az, ami tud vele azonosulni, bazd meg. Tehát szó szerint ennek a nőnek semmi az ég egy adta a világon nem hagyta el a száját, ami értelmes lenne, de a Gyurcsánynak sem. És nincs annyi eszük, hogy odarakjanak egy olyan embert, akire felnéznek ezek a fiatalok. Tehát igazából a Fidesz az elbassza, mert a Fidesz nem támadja idézőjelben a fiatal szavazókat, nem próbálja megfogni. Nem próbálja megfogni a social media embereket, nem próbálja megfogni azokat az embereket, akinek sok a követő tábora. Nem, a Fidesz nem foglalkozik vele. Majd erre is visszatérünk. De hogy egy Doblev Klára bazd meg egy Gyurcsány Ferencnek nincs annyi, hát Gyurcsány Ferenc bekapcsolja az élőjét, hát végignéztem. Gyurcsány Ferenc bekapcsolta az élőjét, és bocsánat, hogy ezt mondom, de amikor amikor a YouTube-on élőztem, arról ne is beszéljünk, amikor a YouTube-ról élőztem, mert azt a számot el sem merem mondani. De amikor a TikTokon csinálok élőt, 300-400 ember az általában volt. De volt olyan, amikor 1170-en voltunk, azt hiszem. 1170-en. Gyurcsány bekapcsolta az élőjét, és emberek 70-en nézték, bazd meg. 70-en. Hát hallod, ezeket a párbajokat többen nézik, de a 16 éves kislány a másfél méteres szempilájával arról beszél, bazd meg, hogy dobjátok a lájkokat, meg a rózsákat, mert sokkal többre megyünk. Tehát halvány megátalkotod, gőzük nincsen, hogy egy normális ember, egy kétkezi munkás, vagy éppenséggel, aki csak ott lakik Magyarországon, annak miről szól az élete? Tehát semmi közük nincs a normális élettel, nincsen kapcsolatuk ezeknek az embereknek. De Joe Bidennek sincs különben, tehát ő is olyan hülyeséget tud mondani, Joe Biden bazd meg, mert körül van véve 6 emberrel, és azt ismétli, amit mondanak. És ugyebár ez volt a baj Donald Trump-al is, hogy nagyon bízott azokba az emberekbe, akivel körül volt véve. És ugyebár ne felejtsük el, hogy azért a Mike Pence is behúzta őt a csőbe, meg ugyebár itt azért lehetett látni, hogy ez egy kibaszott nagy világpolitika, és Donald Trumpot úgy behúzták a csőbe, ahogy kellett, mind a vírussal, mind másra, mert ugyebár ő nem tudta, hogy ez nem véletlenül most jött. Meg ő nem tudta azt, hogy azért itt ezek az emberek más politikai beállítottsággal rendelkeznek. Tehát azért ne felejtsük azt el, hogy egy
ország elnöke, az bazd meg nem egy, bocs, hogy ezt mondom, de nem egy isten, hogy mindent tud. Nem bazd meg egy mit tudom én, milyen számítógép, hogy mindent tud. Tehát ez, ott azért nekik tanácsadóik vannak, és hogy a tanácsadók, meg ezek az emberek, meg azok az emberek nem azt az információt mondják, akkor probléma van. Ezért kell felállítani egy olyan rendszert, ami jó. És bármennyire is azt hiszitek, hogy engem a Fidesz pénzel, nem pénzel a Fidesz, de senki nem pénzel, úgyhogy ez is fog megszűnni a csatorna, ugyebár, mert itt az embereknek én szóltam egyszer-kétszer, hogy adjuk össze azt az 1, 2 vagy 300 forintot, vagy 1 dollárt havonta, mert meg fog szűnni a csatorna. Nem reklámoztam igazából, mert mi a fasz reklámozzam, de most jött el arra része, hogy valószínűleg ez lesz az utolsó rész, vagy a következő lesz az utolsó rész, mert ez a csatorna, ez meg fog szűnni. Tehát vagy nem az, hogy érdeklődés hiányában, mert egy videót 15 000-en megnéztek, meg 20 000-en, hanem azért, mert én már ezt nem akarom fenntartani, és nem az én fizetésemről van szó, még mielőtt valaki elkezdeni mondani, hogy jó van, te is pénzért dolgozol, mert általában ezek az emberek szokták azt mondani, hogy beléptem a faszom tudja hova, meg fideszes vagyok, meg ez vagyok, meg az vagyok, a köpködő emberek, csak azt nem értem, hogyha a Fidesz fizet engem, akkor hogy a faszomban az, hogy nem fog tovább működni a csatorna. Ha meg beléptem a izékhez, a 33-asokhoz, akkor meg hogy a tökönben lehet az, hogy megint nem működik a csatorna. Tehát ha meg azt mondom, hogy adjunk össze, mert nem egy nagy dolog, egy pár dollárt adjunk össze, akkor meg egy rohadt szemét vagyok, mert azért kérem, hogy az interneten, amit én kifizetek, abban már ne én fizessem bele a pénzt, amit már 4 éve fizetek, ne én fizessek elő ezekre az adókra, amikről szedem az információt, mert ugyebár ezek nem ingyen vannak, hanem mondjuk akik meghallgatják, és akik nem beszélnek angolul, mert ugyebár a mai napikban az meg azon gondolkodná, hogy mint ahogy láttuk, hogy emberek arról beszéltek a YouTube-on, hogy ég az emberi test, azt se tudták be az meg, hogy ki a tököm az a Joe Biden, meg Donald Trump, vagy Obama, vagy a Black Lives Matter-nél felálltak tapsolni a feketéknek, aztán feladtak engem a napi szarra, hogy te ember, hát ez milyen hülyeséget mondta. Hallod? Utána meg rájöttek be azok, hogy akkora hülyék voltak, hogy tényleg igazam lett. Tehát itt ez a csatorna, ez azért van, hogy ti tisztán lássatok, hogy ne próbáljanak titeket átbaszni, mert látod, ez egy világpolitikai helyzet, és ez a világpolitikai helyzet, ez egy világvírustól kezdve egy világháborúval fog lehetséges záródni, és amikor mondtam, hogy 2025-ben lesz a legutolsó elcsalandó választás, akkor meg hülyének nézhetek, mert amikor mondtam, hogy Irán ellen megy az egész kibaszott izraeli hadművelet, meg hogy a USA az kb. Fel fogja gyújtani a világot, akkor meg hülyének néztetek. Most meg azt mondjátok, hogy jaj, hát tényleg, hát igen, csak békességben laksz Magyarországon, és amíg nem ér el a politika, meg amíg nem lőnek feletted, meg amíg ki tudsz menni, már el is felejtetted, hogy milyen volt bezárva lenni. El is felejtetted, hogy mi van, mert bekapcsolod a telefonodat, minden működik, azt leszarod, hogy mi történik a világ túloldalán, csak éppenséggel, amikor egyszer majd valami zizi lesz, akkor megint majd jön a sírás, meg az összeszarás, meg megint megy a köpködés, és tudod, miért kire köpködsz? Csak saját magadra, mert te nem mentél utána az információnak. Te nem tudtad, hogy működik, mert ugyanannyi, de kibaszottul ugyanannyi időtbe telne neked is, utána menni az információra, mint nekem, ugyanannyiba. De amikor majd tönkre megy a vállalkozásod, ami mondjuk 30-40, meg 50, meg lehet, hogy 200 milliót ér, meg le kell mondani a nyaralásodat, vagy éppenséggel, mit tudom én, most nagy dolgot fogok mondani, megmondják, hogy most egy picikét akkor csücsenjél le, mert most nem lesz üzemanyag, akkor meg majd kapargatod a fejedet. Tehát nem azért csinálom ezt a csatornát, mert nekem ez kurvára van kedvem csinálni. Idősebb vagyok, mint a Google. Az ultrahang előtt kezdtem csinálni ezt a csatornát, meg a háború ukrán előtt 2020-ban már arról beszéltünk, hogy lesz ukrán-orosz háború. Tehát itt egy picikét mi azért előrébb vagyunk menve az időbe agyilag, mint mondjuk egy-két ember, aki hallgatja ezt a csatornát. És nem azért csinálom, meg kurvára ráérek, hanem azért csinálom, hogy ti jobban lássatok, mert úgy érzem, hogy érdemes lenne Magyarországot megmenteni, mert van egy-két ország, amit már nem lehet megmenteni semennyire. Tehát ezek az országok, mint Anglia, mint Franciaország, ezeket az országokat nem lehet megmenteni. Tehát látjuk, hogy milyen politikai vezetés van, nem is az emberek választották a vezetést, oda tették őket, etc. Egy irdatlan nagy politikai világháború megy most, és nem biztos az, hogy nem lesz ebből világháború. Na, visszatérve a magyar politikára. Tehát ez az ellenzék
ez egy kutyaütő. Tehát ez semmi mást nem tudott csinálni, elpicsi pacsiszta a pénzt, nem tudtak megcsinálni egy működő rendszert, semmihez nem értenek, és csak kiabálnak az utcán a hülyeséget. Ellenzékben lenni azért jó, mert ott bármit lehet kiabálni. Lehet mondani azt, hogy 5 millió forintot neked kell holnap keresni, és hogyha elhiszed, soha büdös életben nem fogsz egy nap alatt 5 millió forintot keresni, ezt te is tudod, de lehet ezt az ellenzékbe kiabálni. Csak éppenséggel, ha valaki elhiszi, és rájuk szavaz, akkor azutána meg majd azt mondja, hogy ja, tényleg, úristen, hát elbasztuk. Szerinted, aki Trudeau-ra szavazott abba az országba, az mennyire boldog, most őszintén. De nem kell messzire menni, mert azért láthatjuk azért, itt van, tök egyszerű, Zelenszky. Zelenszkyre úgy szavaztak az emberek, hogy fölálltak tapsolva is, hogy atya úristen, síra fagadtak. Nem kellett volna olyan elképesztő nagy tudás ahhoz, hogy az emberek utána nézzenek, hogy a CIA az hány országban befolyásolta idáig az elnök választást. Vagy így, vagy úgy. Nem kellett volna hozzá nagyon sok ész, de most, meg az özvegy nénikék, meghalt ugyebár a férjük a háborúba, meg lehet, hogy elvitték a fiúkat, meg lebombázták a házukat. Szerinted az most mit mond? Szerinted most őszintén, szerinted mit mond? Ah, bazd meg, a Zelenszkyre szavaztam, le van baszva? Nem azt mondja, tudod mit mond? Azt mondja, hogy ú, bazd meg. Hát én mi a faszomat csináltam? Ezt mondja. Csak ti ott a békében, meg úgysem fog történni semmiben, meg a gyerekem eljár, mit tudom én, zongoraórára, vagy mit tudom én, basketballórára, vagy mit tudom én, focira, vagy táncórára, vagy akármire, és leszarod, mert ebbe vagy benne. Tehát benne vagy egy olyan rendszerben, ami direkt így van kitalálva, hogy te ne foglalkozzál a világ nagy dolgaival, benne vagy egy olyan rendszerben, ami örülsz, hogyha élsz, örülsz, hogyha levegőt kapsz, örülsz, hogyha... De van azért szabadidőd, csak a szabadidődet is nem olyan dologra fordítod, amivel esetleg kinéznél a fejedből, és rájönnél arra, hogy hú, bazd meg, ezek nagyon fontos dolgok. Na mindegy, tehát az a lényeg, ebből azt akartam kihozni, hogy valószínűleg ez a csatorna meg fog szűnni, mert én tovább most már nem fogom fizetni ezeket a számlákat, és ott pantalt el a húr az agyamban, hogy megnéztem, hogy a magyar számlámról milyen pénzeket utaltam ide-oda-oda, és kompletten egy középkategóriás autónak az árát fizettem ki 4 vagy 5 év alatt, és én ezt nem is néztem, csak most ugyebár építkezem, és az embernek egy kicsit azért meg kell nézni, hogy hova teszi a pénzét, és mondom, hogy megnézi mi a hónap a havi kiadásaimat, és kicsit azért megrökönyödtem. Ja, na mindegy, jó, oké, tehát ha megszűnik a csatorna, akkor meg fog szűnni, aztán ennyi, azt akkor majd valaki más majd biztos fogja nyomni ezeket, vagy nem fogja, de én valószínűleg ezt már nem fogom tudni tovább így csinálni. Néha szokott jönni valaki, aki mondjuk bedob, mit tudom én, egy 50 ezer forintot, vagy tehát igazából arról szól az egész, hogy 30 vagy 40, vagy esetleg 50 ezer forint az, amit én havonta kiadok ennek a csatornának az életben maradására, de én ezt már azért 4 év alatt elég nagy mennyiségű összeget tettem bele. Ha most az emberek nem kell sok ilyen 1 dollárokat, de nem könyörgök, nehogy az legyen, mert leszarom. Tehát nem erről szól az életem, de én már nem rakok bele többet. Ha ti összerakjátok, ha nem rakjátok össze, akkor már nem rakjátok össze. Tehát én saját időmet rakom bele ingyen is bérmetve. Ha nem rakjátok össze, az meg még jobb, mert akkor nem kell vele foglalkozni, csak akkor meg eladom az ingatlanjaimat Magyarországon, mert akkor meg lesznek problémák. Nem azt mondom, hogy én mentem meg Magyarországot, csak annyit akarok belőle kihozni, hogyha az emberek tudatlanok, akkor a hülye irányba fognak elmenni. Jó, oké, tehát a magyarországi ellenzék az elképesztő szar, tehát hihetetlen. És az jó lenne, ha lenne egy jó ellenzék, mert akkor fejlődne még jobban az ország, mert akkor normális dolgokat tudnának mondani. De ez az Orbán, ez semmit nem ér, srácok, semmit nem ért. Az ég egy adta világon, nincs elképzelése, nincs mondani valója, és az emberek már nem is kíváncsiak rá. Na, jó, oké, más téma. Navalnyi halálesete ugyebár, ő egy, hát egy ilyen ellenzéki újságíró szerűség volt ott Oroszországban, és ugyebár berakták a börtönbe, és akkor most ugye szegényke meghalt. Na, hát amit tudni kell erről, hogy ugyebár az orosz vezetésnek pont a legrosszabbkor halt meg, mert éppenséggel pont az orosz választások előtt vannak, és akkor azt lehet mondani, hogy azért halt meg, mert hogy pont az orosz választások előtt, hogy nehogy valami gond legyen. Hát olyan gyenge a Putyinnal szemben induló ember, hogy 10 oroszból
vagy így mondom, 100 oroszból 95 azt se tudja, hogy indul ellene valaki. Egy. Kettő. Az orosz emberek azt mondják az utcán, állítólag most végignéztem egy filmet, hogy ők nem szavaznak másra, ők Putyira szavaznak. Ők nem akarnak másra szavazni. Ők biztonságban vannak. Aki még nem nézte meg a térképen, annak ajánlom, hogy kicsikét előrébb legyen, hogy nézze meg, hogy mekkora Oroszország. Tehát azért úgy nézze meg, tehát így nagyságrendek, hogy mekkora Oroszország. Meg azt is nézze meg, hogy Oroszország mekkora gazdasággal rendelkezik, és mennyire van befolyása a világgazdaságra. Na most itt hülye fejemmel, annyi szó megfogadtam, hogy nem megyek be sehova élőzni, de bementem valahova élőzni, és volt egy nagy megmondó ember, persze az internetnek mindent elhisz, gondolom azt is, hogy be kellett magát oltani a háromszor, és mondta, hogy itt nincs egypólusú világrendszer, nem is lesz egypólusú világrendszer, itt egypólusú világrendszer volt, az USA vitte az egypólusú világrendszert, etc. etc. Na, erre azt akarom mondani, hogy az emberek itt azt hiszik, hogy ez egy foci mérkőzés, és erről már beszéltem, hogy ki áll jól, vagy kinek kell gólt rúgni, vagy mint egy boxmérkőzés, hogy sajnáljuk, aki éppen ütnek, ha a másikat ütik, akkor azt sajnáljuk. Srácok, ez nem egy boxmérkőzés, ez egy politika. Itt nincs jó, meg rossz. Itt csak rossz van. Tehát nem tudom, hogy ez feltűnt most már nektek. Most nem tudom ezt hogy mondani. Itt csak rossz van. Az a lényeg, hogyha kicsikét át tudom formázni, amit akarok mondani, az a lényeg, hogy mennyire tudjuk magunkat abban feltréningelni, itt mi emberek, szavazópolgárok, hogy a szar meg a fos százalékos, hígsági százalékos arányában mennyire jól tudunk úszni. Tehát van ugyebár a keményebb dolog, akkor jobban kell tudni úszni a szarban, meg van a puhább dolog, amikor mondjuk elég, hogyha lebegünk a szarban. Tehát nem tudom, hogy feltűnt-e az nektek, hogy soha büdös életben nem arról szólt ez az egész, hogy neked sokkal jobb legyen. Soha büdös életben. Tehát azért azt se felejtsük el, hogy ugye az adót kitalálták, az arról volt szó a második világháború, hogy az adót azt azért fogják kitalálni, meg azért kell így fizetni az adót, de csak két hónapig kell, mert hogy ugyebár vissza kell építeni az egész izét, az Egyesült Államokat, meg a mit tudom én, micsodát a második világháború után is, akkor izé. Aztán ez úgy maradt. Tehát itt, akik azt mondják, hogy ó, ez most olyan jó lesz ez a politikai rendszer, meg ez biztos nem fog lopni, mindegyik fog lopni, mindegyik politikai rendszerben lesz hiba. Mindegyik politikai rendszer az előbb-utóbb elmúlik. Mindegyik politikai rendszer után majd jön másik politikai rendszer. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy te biztonságban legyél, és a kiszaros házadat, vagy a kiszaros lakásodat, vagy a kiszaros életedet úgy tudjad intézni, hogy biztonságban, esetleg fejlődve tudjál élni. Valószínű, hogy nem fog holnap oda menni hozzád a kormány, és azt mondja, hogy figyelj ide, itt van 5 millió forint, basszad el, azt soha nem kell visszafizetni. Tehát ilyen nem lesz. Amikor a kormány jön és azt mondja, hogy neked akar segíteni, az mindig átbaszás. Mindig. Soha a büdös életben neked abból nem lesz hasznod, amikor a kormány azt mondja, hogy jön segíteni. Sem az Egyesült Államokban, sem máshol. Na már most, ebből azt akartam kihozni, hogy azért, mert az Egyesült Államok dollárjában ment a kereskedés a világban, az nem azt jelenti, hogy egypólusú világrend volt. Mert hogy éppen a Szovjetunió akkor letérdelt. Ez nem erről. Az volt, hogy ugyebár elég sok ország ugyebár az USA dollárt használta, USA rakta esetleg oda a vezetést, USA volt az, aki kontrollálta az országokat, de ez nem azt jelenti, hogy USA elleni országok nem voltak, vagy éppenséggel gazdaságilag 100%-osan az USA vezette mondjuk a világ gazdaságát, vagy a gazdasági, hanem mindig voltak ilyen hintázó országok, mint mondjuk Kína, vagy India, egyszer ide, egyszer oda, vagy mondjuk Oroszország, csak éppenséggel az orosz energia nélkül a világot nem lehet fenntartani. Tehát most ugyebár Oroszország, ugyebár így mondom, hogy a szankciók ellenére, meg minden ellenére még mindig életben van, sőt, mi több állítólag fejlődik is, sőt, mi több az OPEC országokkal nagyon-nagyon jóban vannak, sőt, mi több az orosz energiát így vagy úgy eladják. Na most itt vissza szeretnék kanyarodni arra,
hogy ha Magyarországon mondjuk lenne egy, tételezzük fel, egy leváltják mondjuk a Fideszt, amit én szerintem 2032-ig valószínűleg nem fognak, mert olyan kapcsolataik vannak, úgy működnek a világpolitikában, hogy valószínűleg nem fogják őket leváltani. De tételezzük fel, hogy leváltanák a Fideszt, és jön, odaülne egy Márki Zaj, vagy odaülne egy Karácsony. Ezek az emberek annyira fiatalok a politikában, hogy mi van, hogyha azt mondja Putyin, hogy figyelj, de én szerintem mi nem fogunk tudni együtt dolgozni, azt megfogja, azt fogja Putyin, azt lekapcsolja az energiát. És nincs energiád, érted? A te országod, nincs energiád. Akkor te mit fogsz mondani? És nem egy nagy dolog, szerinted Putyin érdekli, hogy Magyarország mennyi energiát vesz tőle? Nézzem mekkora Magyarország, nézzem mekkora Oroszország, meg nézzek, hogy mennyi energiát van Oroszország. Tudod mennyi, mint hogy azt mondják neked, bazd meg, hogy megbüntetnek 5000 forintra, mit tudom én, valamiért. Le se szarja. Le se szarja. Tudod, hogy zárnál Magyarországra az energiát, hogyha nem olyan politikai beállítottságú rendszer lenne, mint amilyet vagy ellent mondanak Putyinnak? Tudod, hogy zárnál az energiát? Elmondom neked, bazd meg. A reggeli kávézás az egyes, meg a kettes korty között fogná, és így elzárná bazd meg hüvelykújjal, mint bazd meg eltaposna egy legyet. És szerinted a te sírásod az el fog hangzani, el fog menni Oroszországba? És akkor mit fogunk csinálni szerinted? Megveszük USA-ból a palagázt, amit már nem hoznak? Négyszer annyiért? Vagy hogy fogjuk oda vinni a repülőgéppel? Tehát azért vannak itt ilyen dolgok, amit érdemes lenne átgondolni, de most ez megint olyan, hogy mentsük meg a földet, bazd meg, aztán az összes aszfalt az teli van vizével, olajjal. Tehát itt azért érdemes egy picikét elgondolkodni, hogy működnek a dolgok a világban, mert nem úgy működnek a dolgok, hogy jön egy 18 éves gyerek, akinek még aki bazd meg azt se tudja, hogy merre van arca a világban, és ez a kedvencem, amikor vannak a megmondó 18 éves gyerekek, hogy mit szokott mondani ilyen, hogy mondják ezt, élet nem tudom mi a pöcsöm, élet megmondó, aztán menj el hozzá, és ő megmondja az élet, hogy te mit csinálj az életben. Ezek az emberek az életükben nem dolgoztak 3 évet egy kurva munkahelyen. Ha meg dolgoztak 3 évet, és nem mentek egy másik munkahelyre, mert azt mondták, hogy szar, azt megint átmentek egy másikra, megint dolgoznak 3 évet, az is szar, mert legalább 3 év, vagy 5 év kell egy munkahelyen, hogy tudjad, hogy miről van szó, hogy arccal melyik irányba vagy. És akkor itt a social médián ezek az emberek, ezek megmondják, hogy mi a fasz van. Nem beszélnek angolul, nem tudják a világpolitikát, azt sem tudják, miről van szó, és megmondják neked is. Ezeket egy tömeg követi. És egy barom visz egy egész rakás barmot a halálba. Szó szerint. És lehet különben, hogy igazuk van itt nagyon sok embernek, hogy nem lesz semmit és boldog leszel, de azért én ezt kihagynám, és hála jó, ennek még van egy generáció, aki még esetleg tudja azt, hogy tényleg melyik irányba kell menni, talán még itt az X generáció az, aki tudja. Arról már nem is beszélek, hogy szerinted ezek az emberek, akik most mondják, hogy most akkor ebbe a politikai irányba menjünk, meg abba a politikai irányba menjünk, és hogyha mondjuk Ukrajnába beküldik mondjuk a, mit tudom én, most a NATO-t, vagy bárkit, és ott lövöldöznek, meg majd elmegy egy-két ember, azt meghal. Ezek a fiatalok, akik abba az irányba szavaztak, szerinted valamikor is tudták azt, hogy mi folyik egy fronton? Mi folyt egy világháborúban? Hát valószínűleg, ugyebár ezek a nagypapák meg a nagymamák, akik ezekben a világháborúkban még nagyjából 1940-es években részt vettek, azok már ugyebár valószínű, hogy meghaltak, vagy most halnak meg, azok már nem tudják elmesélni. Ezek a fiatalok meg nem látták. Ezek mit fognak mondani? Majd a Viberre kiteszem a képet? Vagy látom itt az interneten, hogy táncolgatnak a fegyverekkel, bazd meg. Táncolgatnak a fegyverekkel, meg milyen boldogság van. Hát ezt tudod mi? Ez ugyanaz, mint amikor volt a katonai dal, tudod, amikor énekelték, és akkor ment a seregbe az ember, és büszke volt, hogy hát az az ember azért halt meg, mert a politikus, bazd meg, az izét eszik, a szarvaspörköltet eszik, és lesz-e szarja. A te életed, meg az én életem, azt lesz-e szarják ott. Neked meg be van adva, hogy azért halljál meg, mert hogy a hazádat megmentsed. Szerinted az 500 000 ukrán katona, aki meghalt, és annak a családja, az most mennyire érdekli az, hogy most Ukrajna szabad legyen?
úgy, hogy 850 milliárd euró Ukrajnának csak az, hogy életben maradjon, és a másik 850 milliárd, hogy újraépítsék. Tehát azért érdemes-e átvenni ezeket a kis tételeket, ezek a kis gondolatmeneteket, mert akkor a végén arra jut az ember, hogy ja, hogy ez van. Tehát itt azért a konzekvenciát le lehet vonni, bazd meg, egy perc alatt, meg le lehet vonni úgy, hogy nem olvassuk el a cikket, csak oda van írva, hogy mint a külföldi országokban a cikk, hogy izé, hogy az Orbán diktatórikus vezetésének a miniszterelnökei pedofil botrány, szexuális pedofil botrányba keveredtek, és ezért sorba mondanak le. Ez is egy főcím, csak el kell olvasni a cikket. Tehát fiatalok, most nem tudom, hogy ki nézi ezt a videót, vagy ki nem, meg igazából urám is leszarom igazából, mert engem nem érdekel, hogy egy ember nézi, vagy 15 ember nézi. Azért csinálom meg, mert szerintem egy kötelességem, hogy ezt megcsináljam, amit tudok, átadom, mert valószínűleg nagyon sok ember ezt nem tudja, nem látja, nincs ideje vele foglalkozni, de ha egy picikét az emberek azért utána néznek a dolgoknak, azonnal rájönnek be az meg, hogy másik irányból fúj a szél. És nem minden úgy van, mint ahogy az interneten fent van, meg nem minden úgy van, mint ahogy a kibaszott TikTokon meg van játszva. Tehát itt azért lehet azért fegyverrel a hátadon, meg várólinthatósan rakétával a hátadon jaszkarizni, meg kurva jó, meg süt a nap, meg be vagyunk költözve katonaruhába, minden fasz van, minden jó, nagyon vagányok vagyunk, a kezünkben van a fegyver. Addig, én megmondom, én őszintén, nekem van fegyverem, addig kurva vagány vagy, amíg a kezedben van a fegyver. De amikor másnak a kezében is van a fegyver, és amikor rád lőnek, akkor azért már az embernek a vagánsága egy hangyafaszint azért elmegy. És arról ne is beszéljünk, hogy amíg az ember csordában van, már csak itt tudom mondani, amikor tömegben van, és vannak körülötte emberek, akiknek fegyvereik vannak, és ők is azon az oldalon állnak, amikor, amint te, addig kibaszott vagány vagy. Ó, hát azért nagyon vagány az ember. Na de amikor utána már egyedül vagy a lövészárokban, vagy 3-4 halott fekszik melletted, akkor az ember már azért kicsikét másféleképpen próbál hozzáállni a dolgokhoz, és nem azt mondom, hogy gondolkodik, mert akkor már nem tudsz gondolkodni, akkor tudod, mi fog benned előjönni? A túlélés, barátom. Leszarod az összes politikust, leszarsz mindenkit, csak a családod érdekel, meg az, hogy túléljed, barátom. Tehát itt azért lehet, és nem fog érdekelni az Instagram, meg nem fog érdekelni a Facebook, meg nem fog érdekelni a... Nem fog érdekelni, hogy milyen kibaszott jópofa izé gyerek voltam a videóban, amit kirakta. Tudod, mit fog érdekelni? Az fog érdekelni, barátom, hogy túléljed. Tök mindegy, hogy szaros gatyával éred túl, vagy törött lábbal éred túl, vagy levágott kezzel éred túl, csak túléljed. Volt nekem egy haverom, úgy hívják, hogy George. A vietnámi háborúban 22 évesen elvesztette a karját. Úgy kellett leélni az életét, megtanult autót szerelni, egy kézzel, meg lábbal, meg minden. Eléggé megállta magát az életben is. Hát beszélgettem vele sokat, és mondta, hogy az az egyedül lét, egy repesz vitte le különben a kezét, azt mondta, hogy az az egyedül lét, amikor te ott vagy a háborúban, és süvítenek el melletted a golyók, meg minden szarság történik, meg hangzavar, meg nem aludtál, meg nem ettél, meg nem tudod, hova vécéztél, meg már mindened, az izomlázad van mindenhol, ott sem akarsz lenni, büdös vagy, azt se tudod, hogy mi történik körülötted, akkor az nem annyira fun, és egyetlen egy dolog jár az életedben, hogy túléljed. Na, és érdemes ám ezekkel a dolgokkal azért egy picikét megbarátkozni, mert Magyarországtól azért pár száz kilométerre vannak ezek a dolgok. Tegnap láttam egy videót, föltöltötte valaki, van egy ilyen drasztikus Telegram csatorna, pont erről ugyebár az ukrán orosz háborúról. Ilyet arról van a legtöbb dolog feltöltve, de különben Izrael is van elég sok dolog feltöltve. Egy csónakban három, de rajtuk van a kamera, tehát onnan lehet tudni, hogy mi történt, hogy három ukrán katona egy csónakban ott jön-megy, fegyverekkel, ugyebár katonai csónak, nem tudom, hogy amerikai vagy nem is érdekel, nem is fontos, jönnek-mennek, és ott vagánykodnak, rá van rakva GoPro, hogy ők katonák, és ez az. Egyszer csak annyit lehet látni, hogy a kapitány, vagy aki vezeti a kis csónakot, ami teli van munícióval, mert minden szarab, az meg elesik, és ömlik a fejéből a vér.
Elkezd üvöltözni az egyik csávó, de ugyebár, igen, elkezd üvöltözni az egyik pali. Úristen, mi van, izé, gondolom, ezt üvölti. Pak, az is, izé, az is kilövik. Majd utána, tehát ez az összes, aki ugyebár lelőtte ezeket, odament, és az összesre lövették a GoPro-t, és összevágták a videót, és láthatjuk azt, hogy az oroszok azért elég sok videót töltenek föl, location-nel, tehát azt, hogy meg lehet határozni, hogy hol van, azt is meg lehet határozni, ugyebár, hogy kiket lőttek le, azt is meg lehet határozni, hogy mi történt, meg a helyszínt is meg lehet határozni, és hát orosz katonák lőtték ugyebár szét ezeket. Hát amikor melletted lelőnek valakit, azért az emberen azért átmegy egy izé, egy goosebumps, hogy hívják a goosebumpsot magyarul? Libabőr. Biztos vagyok benne, hogy az ember azért átgondolja a dolgokat. Nekem ilyenben nem volt részem, egyszer olyan volt, hogy a benzinkútra bementem, tankoltam, egy palien motoros ruhába volt, lejtette a izét, amit vett cuccot, azt lehajoltam, de gyorsan volt, nálam fölvette, aztán felült a motorjára, azt elment, én még ott, mit tudom, ettem valami szendvicset, meg talán, nem is tudom, már ittam talán egy kávét, ez zamaz, beültem a kocsimba, aztán mentem tovább, a törpájkon mentem Floridába, aztán mentem 2 percet, azt a csávót feküdt, elesett motorról, azt meg is halt. Na, én voltam az utolsó, akivel valószínűleg egymásra nézett a pali. Az sem volt egy jó érzés. Most gondold el, hogy milyen az az érzés, amikor melletted kinyírnak valakit. Tehát itt azért érdemes, és most nem stresszelni akarok senkit, csak érdemes ezeket a dolgokat átgondolni, srácok. Obama az már 200-200-zal kampányol a feleségének. Egyre több olyan Obama és Obamáné videót lehet látni, ahol most már láthatjuk, hogy Obamáné el fog indulni az elnökválasztáson. És ugyebár be van harangozva könyve, matricákat lehet kapni, már minden. Na most, én még mindig azt mondom, hogy annyira rosszul áll a globalista oldal, hogy ha itt nem lesz óriás káosz, meg nem lesz szétcseszve az egész világ, akkor Donald Trump fel fogja nyerni a választást. Na most nem azt jelenti, hogy utána nem lesz világjárvány, mert amikor a republikánusok nyerik meg ugyebár az elnöki címet, akkor mindig történik valami óriás, mint nagy káosz. Csak most az a különbség, hogy most már az embereknek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kinyílt a szemük. És ezáltal most már tudják az emberek, hogyha valami óriási káosz fog történni, akkor az miért fog történni, ki miatt fog történni, meg hogyan fog történni. A CNN-ben, szó szerint a CNN-ben, nem fogom fel, megmondom őszintén, hogy azért csinálok így videót, mert ez a legegyszerűbb. Én ebből nem csinálok pénzt semmit, én már azt akarom, el akarom mondani, aztán leszarom az egészet, akarok menni nézni a UFC fightot, mert ma lesz. Szóval, a CNN-ben, ahol azért elég rendesen hamisítgatják a számokat, meg megpróbálnák jobb oldalról beállítani a dolgokat, mint amilyen igazából. Ott azt mondják, hogy a Joe Bidenre szavazó emberek közül 51% azt mondja, hogy Joe Biden nem alkalmas az elnök jelölti székre. Másik 57% azt mondja, hogy szar az ekonomi, és Joe Biden tehet róla, és közel 50%, most talán az MSNBC, tehát a CNN szerint, azt a CNN szerint mondom, mert ugyebár erről beszéltek, és közel 50%, aki azt mondja, hogy őket nem, de ez csak akik a Joe Biden oldali szavazók, tehát nem az összes szavazó, csak a Joe Biden oldali szavazók, közel 50% azt mondja, hogy őket nem érdekli az ukrán háború. Na, ezeket a számokat eleve a CNN-en, hogyha látjuk, akkor láthatjuk, hogy tudhattuk, hogy azért egy kicsit azért nem olyan számok, mint amik igazak. De ha már a CNN így mondja,
akkor azért Joe Biden nincs annyira jó színben feltüntetve. A másik fele pedig az, hogyha a CNN nem akar jó színben feltüntetni Joe Bident, akkor az azért van, mert ugyebár már tudják, hogy nem Joe Biden lesz a befutó. Tehát a CNN lesz az, aki ugyebár le fogja adni ugyebár az elnökválasztást. Hát nem lehet egy olyan elnökválasztást csinálni, amiről nem lesz szoros a verseny, mert akkor az emberek nem fogják annyira nézni. Egy, kettő, meg a CNN-nek is az az érdeke, hogy minél több pénzt csináljon. Tehát valószínű, hogy a CNN is azért nyomja ezt így, hogy nagyon jól tudják, hogy itt azért más fog menni azon az oldalon. Senki más nem tudnak kiállítani, csak Barack Obama feleségét. Kíváncsi vagyok, hogy ezzel megmentjük a földet békével, milyen messzire fog eljutni, mert nagyon sok helyen a feketék is gyűlölik Barack Obama feleségét. Hát majd meglátjuk. Na jó, köszönöm szépen, ide kideszírva a PayPal, hogyha valaki akar felajánlani a csatorna életbemaradásához pénzt, akkor ugyebár PayPal-on el tudja utalni, meg talán Revoluton is, azt is talán kiírom, de ennyi. Tehát én nem tehát valószínű, hogy azt hiszem, hogy még talán erre a hónapra fizetni, nem is tudom, hány van most, mindenki nézze, azt mondja, hogy igen, erre a hónapra még talán előfizettem a dolgokra, az azt jelenti, hogy 15-én 18-án kellene majd befizetni a következő hónap itt ezekre a dolgokra. Én már nem fogom befizetni, és akkor meg is fog szűnni ez a csatorna valószínűleg, tehát persze kint lesznek ezek azok amazok, de így a világpolitikai összefüggés elméleteket, ami összeesküvés elméletekből indultak, valószínű, hogy majd más el fogja mondani. Úgyhogy azért nagyon köszönöm mindenkinek a figyelmét, és tök jó volt, hogy az azért 3-4-5 éven keresztül ment ez a dolog, de lehetséges, hogy ennek most vége van, jó? Nem tudom, hogy lesz-e még videó, talán lesz egy, de az sem biztos. Azért nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmét, és hogyha nem találkoznánk, akkor mindenkinek a viszonthallásra. Sziasztok!